Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Lehet más a politika támogatja a beadványt a LexCEU eltörléséről. A CEU-ra jelenlegi formájában szükség van, a CEU ellenes törvényt vissza kell vonni. A CEU ellehetlenítése nem oktatáspolitikai kérdés, elsősorban nem általános politikai ügy. A CEU lehetetlen helyzetbe hozása, a CEU kiterjedt magyarországi egyetemi kapcsolatai miatt az egész magyar felsőoktatásra káros, és az egész ország kárát szenvedi ennek a törvénynek, ezt mielőbb vissza kell vonni, ez a meggyőződésünk. Az, hogy ezzel mit szeretne elérni a kormány ezzel, hogy így próbálta sarokba szorítani ezt az egyetemet, ezt nem tudjuk, tippeink vannak erre, de azt gondoljuk, hogy ez nem egy tisztességes módszer, és teljes mértékben elfogadhatatlan. Amit viszont el szeretnék mondani, ha ma Magyarországon van kivételezett, kedvezményezett egyetem, aminek a CEU-t tartják, az nem a CEU, hanem az NKA, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Patyi Andrásféle Egyetem. Költségvetési milliárdokkal bőségesen támogatott egyetemről van szó. Ha a Fidesznek, KDNP-nek az lett volna cél, hogy egyenlő feltételeket teremtsen a magyar felsőoktatásban, akkor a Patyi Egyetemen a többi felsőoktatási szereplő számára valóban káros és hátrányos egyetemről van szó, ennek az előnyét vették volna vissza. Milyen privilégiumai vannak ennek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek? Önálló törvény vonatkozik rá. Egyes szakok esetében monopol helyzetet élvez. Az ingyenes állami ösztöndíjas legfeljebb 12 fél éves képzésben nem számítanak bele az NKN eltöltött tanulmányi évek. Kiemelt állami támogatás, beruházások, működésre ugyancsak kiemelt támogatásokat kap. És nincs a miniszterelnök által kinevezett, a rektor nyakára ültetett egyetemi kancellár. Mindezek azt bizonyítják, hogy nem a CEU, hanem az NKE a kivételezett egyetem. Kérjük, vonják vissza ezt a törvényt.